Vazekas Mihály, Ludas Matyi. Negyedik levonás Már most ám igazán rosszul lett Döbröki. Rendes orvosokat hívtak, skúrrenst küldöztek az ország minden részéhez, Ludas Matyi megfogatása véget. Csak hogy az ő képét igazán leírni nem lehetett, mint hogy mindig más színben jelent meg. Hogy pedig ez nem más földön, hanem a mi hazánkban történt, a bizonyos. Megtetszik az akkori törvény gondjából, kik az ő csúfjára örökre feljegyzik a nagy törvénykönyvben, hogy az olyan rossz úton járó kutyafog, mint a mi matyink volt, ludasnak neveződjön. Ez hát nem puszta találmány. Nem jött kézre Matyink, mely Döbrögi úrnak eléggé bokrosztatta baját, és már egy ízbe sem volt éltéhez, hanem a bölcs orvosok által nagy nyavajáján a munkás természet erőt vett, és lassan-lassan keze szennyít, csak kiheverte Mátyásnak. Hanem a ludas név annyira fészket vert szívébe, hogy a vidék ludját kiölette, mert csak luttollat látott, és azonnal elájult. Még a lódi magisztert is ki akarta csapatni a jószágából, de azt ígérte, hogy inkább rektornak hivatja magát, és minden követőit húsz láncsás csak azért tartott, hogy tíze nap estig, tíze viszont éjjel mindig örtáljon az udvar környékén. Hozzá közelítni akárki fiának sem lehetett, ha ugyancsak előtte nem esmeretes volt. Hogyha az udvarból a jószágába kiment is, tíz láncsás lovagolt mindenkor hintaja mellett, ezt Matyi is, mint más, jól tudta, de hasztalan. Ő azt háromszor fogadá, hogy megveri döbrögit. Annak bárha törik szakad is, csak meg kell lenni akárhogy. Országos vásár esik egykor döbrögi úrnak városkájában. Matyi ott, mint más igaz ember, megjelenik paripán, a lóvásárba bolyongván. Meglát egy virgonc lovat egy idegen siedernél. Kérdezi, hogy mire tartja. Uram, csak száz arany úgy mond. Cimbora, hogy lehet az? Matyi így szól. Ugye komázol? Tíz lovat is veszek én, annyintán jobbat is ennél. Úgy, de uram, felel a sieder, jó nagy Magyarország, és mégis kihagyom mindjárt vájatni acéllal mind a két szememet, ha csak egy lova hág is elébe. Úgy én a lovadat megvenném, mond Matyi, hogyha megbizonyíthatnád, pedig így meg nem veszi senki. Int neki, félre vele. Nézd, ottan lakik egy úr. A ludas Matyi név észonyú félelmes előtte, tán tudod azt magad is. Majd itt kocsikázik el arra. Tíz láncsás katonák lovagolnak hintaja mellett. Majd ha az erdőnél járnak, nyargaj oda, mondjad szembe az úrnak, hogy te vagy a ludas, matyi. Aztán kotródjál, mert száz lelked lesz, mégis az ördög elvisze, csém, ha hazok meg csípnek. Hogyha nem, úgy én megveszem a lovadat, felpénzül, hogy bizonyos lét tíz aranyat feladok. Majd meglesz engemet itt is itt. Tetszett a tűzről pattan siedernek az alkú és nehezen lesi, hogy mikor indul már az az úr ki. Egyszer lárma esik, riogatják széjjel az embert, döbrögi jő hintón útjából félrevonódik minden igaz lélek. Pezseg a posgás siederben a jó vér, csak alig várhatja, hogy a kerek erdőt érjék döbrögiék, mint a nyíl, utánok ereszti ráróját. Lassan, lassan, uraim, kiabálja, mellé a hintónak. Tudod, én uram, úgy mond, hogy ki vagyok. Tudd meg, Lúdas Matyi, én vagyok. Ucu, rajta, legény, ordítja az úr, egyszerre utána. Hajta tíz láncsás, de mi haszna, nyomába se hágnak. Fogd ki kocsis, nyerges lovadat, mond Döbrögi. Jobb be, mind a tíznél mondjad, hogy száz aranya ki elfoghatja. Szorítsd! Maga a hintóra felugrik, és kíváncsi szemét dűjeszve mereszti utánok, hogy fogják már el Matyit ő pedig a kerek erdő sarkánál elbújva fülelt, s látván, hogy az úr már csak maga van, kilopózkodik és megrántja ruháját. – Mit bámul az uram? – Nem fogják azt ma el, úgy mond. – Aztán nem ludas az, hanem én vagyok, akit megveretett kelmed, s ludját elvette erővel. Döbrögit a mennykő, ha azon nyomban megütötte volna, talán sokkal könnyebb lett volna szegénynek. Összverogyott, és a kocsiból ájulva zuhant le. Ott Matyi szánakozás nélkül megverte utolszor, s erszényét a lúdárába viszont kiürítvén mondja. Ne féljen az úr, már többet nem verem én meg. Azzal lóra kapott, és elment dolgára örökre. A tizenegy lovasok nagy későn visszakerültek, vert lovaik csak alig húzván inokat, valamint a megzsákolt urok is, kit elérkezvén kocsiában bágyattan leltek. Mondják, hogy nem vala képes tarkon csípni matyt. Nem is a volt, Döbrögi mondja. A négyelni való megvert háromszor. Az Isten így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal. Ezt mondván megtért a kastélyába, és azonnal elküldötte a húszláncsást, kegyelemmel akarván újni magát ezután az erőszaktételek ellen. És törvénytelenül nem bánt, hanem úgy, ahogy illik, embertársaival. Jól is végezte világát.